Sziasztok, újra itt a Munkacsinál, és elérkeztünk a legújabb videónkhoz, ahol az edzőgörgőt és a Zwift programot fogjuk bemutatni, amivel mi csináljuk minden nap az edzésünket, és ezt szeretnénk most nektek egy kicsit részletesebben bemutatni. Nézzétek meg! Na, itt is lennénk a Zwift programnál, bemutatom nektek, és a Noának fog beállítani egy edzést, amit ő el is fog kezdeni, de befejezni, de nem tudom, hogy mit fogok hozzá lenne. Na szóval, akkor menjünk is. Itt a programon belül van egy olyan lehetőség, hogy select workout, tehát be lehet állítani egy edzést, és akkor itt van a custom workout, ezen belül van egy, lehet kreálni egyet. Akkor itt vannak bemelegítések, amit hogyha behúzunk, magunk szerint tudunk állítani, és az FTP-nk alapján tudjuk szabályozni, hogy milyen wattal kezdjük, és milyen wattal fejezzük be a bemelegítést, és hogy hány perc legyen ez, mondjuk most legyen egy rövidebb. Két perc. Ja, legyen mondjuk két perc. Nem, hogy megszívassuk szegény Noát. Na igen. Húha. Na igen, és akkor itt lehet beállítani, hogy a GA1 mennyi legyen. Hát ez már előbb jutás át lesz, mindegy. Tehát akkor most legyen mondjuk ez, akkor ezt beállítjuk 5 percre. Akkor ezeken kívül még lehet intervallt beállítani, ami ugye 1 perctől lehet 10 másodpercig bármennyi idő, és a wattot is lehet itt is természetesen állítani, és közte az időt. Akkor lehet ugye szabad tekerést csinálni, ami azért jó, mert hogyha valakinek mondjuk egy könnyebb edzése van, vagy csak simán akar ezen a programon tekerni egyet, akkor maga a gép az emelkedőkön fogja állítani, hogy milyen nehézség legyen, meg a wattot hozzáállítja a nehézséghez, ugye. Aztán be lehet állítani, hogy nem a wattot nézzen egy edzéstípusban, hanem a pedál fordulatot, és akkor az alapján lehet csinálni. A végére pedig mondjuk egy levezetést be lehet rakni, ami ugyanolyan formában történik, mint egy bemelegítés, csak maximum kicsit könnyebbre állítjuk, de ez is ember függő, ki hogy szereti. A Noel az mindig brutális. Tudjuk. Mindenki tudja. Na igen, rámenjünk. És akkor itt rámenjünk, hogy workout, ugye itt meg is van az edzés. Akkor kiválasztjuk, hogy milyen pályán menjen. Már meg is lightibat. Na, meg is lightibat. Jó, hát ez tökéletes. Nagyon lightos. Igen, el is indítjuk az edzést, és akkor itt megjelenik a profilunk, ami, hogyha a Noel elkezd tekerni, akkor el is indul magától. Itt, ahogy láthatjuk, több ember is teker a programon, és velük lehet együtt tekerni. Ők is ilyesfajta edzést csinálnak, vagy próbálnak meg valamilyen edzést a program által csinálni. Itt mutatja a wattot, azt, hogy hány percig kell csinálni az edzést, a púzust, ugye, hogyha van valamilyen púzusmérője, itt pedig a pedál ütemet mutatja, és itt van, hogy mennyit tekertünk eddig. A wattot ugye, hogyha a Noel mondjuk most a ringáján följel váltana, hogy komolyabban tudjon tekerni, és több wattot tudjon kitekerni, akkor is állítani fogja, és vissza fogja rakni 60 wattra, hogy ezt nem tudja átlépni. Igen. Igen, akkor mit lehet még elmondani? Edzés közben még van egy... Ventilátorunk. Így van, egy ventilátorunk. Köszönöm a segítséget. És a kettő. És a kettő ventilátorunk, ugye mind a kettő géphez. Ezt általában arra szoktuk használni, hogy mivel ugye itt van más a légkörünk kint, ugye itt van, nincs menetszél, meg semmi, akkor ezt ezzel szoktuk imitálni, hogy ne lehessen annyira izzadni,
És akkor így benyomjuk Noának és a levegőt elég brutálisan. Mindjárt vége is a bemelegítésnek, aztán utána kezdődik az 5 perc 135 watton, de szerintem ez mindenképp át fog borni. És akkor itt is lennénk a, ennél az intenzívebb edzésnél, ugye ez lesz az első a négyből, akkor itt lesz egy kisebb sprint, amit majd meglátjuk, hogy fog tetszeni a Noának. És akkor ugye ezek között vannak pihenő idő, amikor fel lehet készülni egy másik sprintre. Úgyhogy igazából ez is így ennyi lenne. Mindjárt megnézzük, ahogy a Noá sprintre egyet. Hát mondjuk ez a sprinter is 95 van. Jó, hát most... És csak egy ilyen kis lighting is. De az jó, de tárnyék magad. Nem baj. Jó, hát igen, ennyi. És utána ugye mások a levezetés, ami benne van. Tehát az ugyanaz, hogy a így van. Úgyhogy még max annyit lehet megcsinálni egy szűk programban, hogyha nem magunkat akarjuk állítani, mert nem vagyunk olyan kreatívak, vagy nincs esetleg annyi eszünk hozzá. Van itt még más lehetőségek. Ugye lehet FTP-tesztet csinálni, ami azért jó, mert meg tudjuk menni az FTP-nk, és akkor ezt itt be lehet állítani. Be tudjuk állítani, és akkor a gép ezeket az edzéseket azt szerint állítja, és nehézségi, vagy azt szerint a nehézségi fog szerint tehát, állítja. Minél több az FTP-d, annál magasabb watton csinálja az edzéseket, vagy... Így van. Ne az legyen, hogy akinek 150 watton van az FTP-je, annak ugyanenne nehéz, vagy könnyű legyen, mint egy 500 wattos FTP-je is embernek. Így van. 500 FTP wattos embernek. 500 wattos FTP. Na, de ez itt még a tervezők nagyon aranyosak voltak, hogy még erre így gondoltak, hogy van itt egy 4 hetes felkészítő, aminél... Egy 1 hónapos. Hát amit ugye most rohadtul itt akarok. Ha majd én nem csinálok. Igen. És, mindegy. És akkor itt van, ugye kezdődik el először könnyebb edzésekkel, és akkor itt mondjuk van egy pihenőnek, amikor egy szabad tekerés van, és akkor a negyedik hét végére pedig egyre durvább edzéseket csinál, amik tényleg elég jól felkészítenek egyébként erre az FTP-tesztre. Aztán vannak itt másfajta edzések is, ugye, ami egy órától másfél óráig terjedő, vagy másfél órán túl nyomó edzések. Sokfajta edzés van benne, ugye ezeket is lehet csinálni, és ezekkel is lehet fejlődni már amennyire. Igen. Úgyhogy ennyi lett volna a speed program. Akkor még esetleg egy kicsit a görbőről beszélnék. Na, akkor térjünk is rá a leglényegesebb dologra, ami a, ennek a programnak, meg ennek az egész összetételnek igazából az alapja, ami nélkül ez semmi nem lenne igazából. Na, hát ugye itt van nekünk egy TAX görgőnk. Ahogy látjátok, ez egy elég szív, nagy görgő, amiben van egy lentkerék, ugye, ami irányítja ezt a dolgot, hogy mi nekünk olyan érzést adjon, mintha kint tekernénk, és ugye, hogyha megáll a lábunk a tekerésnél, akkor is forog tovább, igazából erről a lentkerékről ennyit. Hogyha átjössz erre a felére, itt látjuk, hogy ez egy elég szép elektronikus dolog, és itt mutatja, hogy itt ugye be van kapcsolva, meg hogy hozzá van kapcsolódva a géphez, meg a programhoz, és hogyha ezeket a látjuk, meg hogyha ez villog, akkor tudjuk, hogy állítani fogja a gép. És ezt ezzel a, ennek a segítségével érzékeli, és az, ez adja át neki a jelet, ami által fogja a wattot, ami lábunkhoz igazítani. Igen, akkor hát itt ugye szép sok kábel. Aztán ugye hozzá van csatlakoztatva a laptophoz. Ugye a tévé az már csak egy plusz dolog, tehát az igazából nem kellene, csak az élmény miatt ezt, hogyha a laptopról átrakod a tévére, ugye a tekerés közben sokkal nagyobb a kép, és sokkal jobban lehet élvezni ezt. Hát a görgőről még annyit, hogy ugye az a jó benne, hogy nem kell hozzá a kerék,
és ezzel a két talppal elég stabilan tud állni a biciklin, tehát hogyha egy erősebb sprint van, akkor se olyan, hogy így megyünk össze-vissza, vagy esetleg nem tudnánk rendesen kitekerni, mert imbolyog össze-vissza, úgyhogy egy elég szép, stabil szerkezet, ugye, amire itt fel is van rakva egy fogsor, és akkor kivesszük a bicikliből a hátsó kereket, felrakjuk erre, és teljesen olyan érzésünk van, mint hogyha kint tekernénk. Igazából max annyi, hogy jobbra-balra nem mozog a bicikli, de a kormányt azt ugyanúgy, ahogy szeretnénk, ugyanúgy válthatjuk itt az állásokat. Akár foghatjuk fönt is, lent is a kormányt, bárhol, bármit csinálhatunk. Ez tényleg nagyon hasznos dolog, hisz ha kimennénk, akkor fáznánk, nem tudnánk normálisan megcsinálni az edzést, vagy megfáznánk sokkal jobban, vagy fájna az izületünk, de ennek a görgőnek a segítségével, meg hát ugye a csapat segítségével, hogy ezt összerakták nekünk, sokkal könnyebben tudunk télen alapozni, és ezeket az edzéseket, amiket nekünk kiírnak ezen a programon, nagyon könnyen meg tudjuk csinálni. Tehát nekünk igazából csak annyi a dolgunk, hogy lejövünk, bekapcsoljuk a gépet, ráülünk, görgő állít mindent magától, nekünk csak tekerni kellene és edzeni. Úgyhogy ennyi. Köszönjük, hogy megnéztétek a videónkat, reméljük tetszett. Érdemes egyszer egy ilyet kipróbálni, hisz nagyon-nagyon jó dolog. Úgyhogy sziasztok! Nem kell semmit tudod neked, csak te kerjél, csak szenvedjél. De most hova te kerjek, nem csinált, nem semmi. Te lúg van, geci. Mindjárt bemutatom. Na, most már maradj ott. Jaj, most már nem tudom. Igen. Most mit jelent? Semmi, csak jól.